Kiosztásra került a Péter Mai Jakab-díj. Az évben elért kiemelkedő munkájának, valamint a munkavállalók iránti magas színvonalú foglalkoztatásának elismeréseként a Milfood Kft. Tulajdonosa dr. Beréti Zsolt vehette át. Filóné Ferenc Ibolya a város polgármestere köszöntő beszédében kifejezte gratulációját. Az önkormányzat rendelete szerint, a kitüntetésekről szóló rendelet szerint a Péter Mai Jakab-díj átadására minden év decemberében az évzáró vállalkozói polgármesteri fogadáson kerül sor. Ez a nap jött el a mai napon, hiszen átadásra kerül a 2023-as Péter Mai Jakab-díj. Ebből az alkalomból hívtam meg a top 50 vállalkozóját Bonyhádnak, akik a legnagyobb iparőrzési adót fizetik be. Itt természetesen mindenkit értünk, tehát nem csak a bonyhádi cégeket, hanem mindenkit, aki elfogadta a meghívásomat. Nagy örömömre az elmúlt években olyan népszerűvé vált ez az esemény, hogy gyakorlatilag teltházunk lesz ma este is, bízom benne, hogy mindenki el tud jönni, és senki nem betegedett meg az utolsó pillanatban. Nagyon készülünk erre az eseményre, hiszen ritka az az alkalom, amikor együtt tudunk közösen a vállalkozókkal egy szép estét tölteni, ilyenkor az adventi időszakban. Van még egy másik hagyományunk, amit szintén idén is megtartunk. Nem csak a díjátadásra kerül sor, hanem ilyenkor összefoglalom az adott év legfontosabb eseményeit a számok tükrében, hogy mi volt a legfontosabb az önkormányzat életében, egyfajta tájékoztatást, egy összefoglaló kerül információként átadásra a jelenlévőkre. Természetesen mindig gondolunk az intézményvezetőkre, a hivatal vezetőire, jegyzőre, ajegyzőre, a képviselőtestület valamennyi tagjára, úgyhogy együtt töltjük ezt a mai estét. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője úgy fogalmazott: a polgármesteri fogadás hagyománya 2002 óta van jelen Bonyhád közéletében. Első alkalommal a Horváth Olivér teremben tartottuk ezt meg, és kis szendvicsek voltak. Azóta ez a rendezvény már kinőtte magát, és jó látni azt, hogy nem csak a város vezetése, nem csak az intézményvezetők, hanem a vállalkozók is nagyon várják ezt a fogadást, mert alkalom nyílik arra, hogy az elmúlt egy évről egy hiteles tájékoztatást kapjanak a polgármesterasszonytól, másrészt pedig alkalom nyílik arra, hogy egymással is tudjanak beszélgetni, mert sokszor a rohanó világban nem nagyon nyílik erre alkalom, úgyhogy én is örülök annak, hogy itt lehetek, én is sokszor sok mindent, új információt tudok meg annak ellenére a városról, hogy nap mint nap itthon vagyok, hiszen itt élek, de jó így összefoglalva látni mindezt, ami történt az elmúlt egy esztendőben. Gratulálok polgármesterasszonynak, az önkormányzatnak, minden vállalkozónak, azoknak az embereknek, nem csak vállalkozóknak, akiknek köszönhetően a városunk tovább fejlődött. Természetesen a díjazottnak pedig külön gratulálok. A Dél-Dunántúl meghatározó nagykereskedelmének vezetője fontosnak tartja a folyamatos fejlesztések mellett, hogy munkalehetőséget biztosítson a helyi és környékbeli lakosoknak. Megtisztelő számára az elismerés. Nagyon megtisztelő. Nyilván mindig azon gondolkodik az ember, hogy tud egy picit előrébb jutni, és nyilván az ember kapom mondjuk egy-két díjat életében, akkor is a legfontosabb mindig az, amit helyben ismerik el, a helyi teljesítményt, ugye szoktam mondani, vagy ismerjük a mondást, hogy senki nem proféta a saját hazájában. Ettől nem leszünk azok természetesen, de amikor a helyi vezetők, helyi önkormányzat, helyi szereplők is látják azt, hogy valamit csinálunk, és azt el is ismerik, az nyilván rendkívül jó érzés, és egy jó visszaigazolás arra, hogy esetleg jó irányba megyünk. Az Együtt Egymásért Alapítvány alázatos munkájának tisztelete jeléül ajánlotta fel a díj mellé járó jutalmat. Az az áldozatos munka és az a teljesítmény, amit ők produkálnak napról napra, az óriási elismerést érdemel. Ez a támogatás nyilván nem túl sok, de talán segít abban, hogy egy kicsit könnyebben elérjék a céljaikat.